Lukács evangélium a 12. rész, 35. és 36. versét olvassuk. Gondolom, hogy ismerős, otthon vagytok benne. Így hangzik az ige, legyenek a ti derekaitok felővezve, és szövétnekeitek meggyújtva. A 36. vers, ti pedig hasonlók az olyan emberhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő, és zörget, azonnal megnyissák néki. A vallásos ember azt se tudja, hogy Jézus visszajön, kevés ismeretük van, nem várják, és a világi ember sem várja, hogy Jézus visszajöjjön, hiszen semmiféle köze nincs hozzá. A szomszédasszony fiát, ha nem ismerem, én se várom, hogy jöjjön. Sokan nem tudnak a feltámadásról, és nem tudnak a feltámadott visszajöveteléről, arról az ígéretről, amit Jézus még életébe elmondott a tanítványainak többször is. És amikor, mint feltámadott úr ott volt a tanítványoknak, megjelent, akkor is beszélt róla. Te mennyit tudsz a Jézus visszajöveteléről? Ez a kérdést azért teszem fel, mert a Bibliából mindent megtudhatsz pontosan. Tulajdonképpen ez az ige egy állandó készenléti parancs. Ez a mondat arra ösztönöz, hogy készen kell lenni. És az idők jelei is ezt mutatják, amiben mi élünk, hogy az Úr bármikor visszajöhet. A Krisztusban új életet kapott ember várja Jézus visszajövetelét. Az Úr erre irányítja ma is a figyelmünket, és a tanítványoknak is erről beszélt. Tulajdonképpen a Krisztus iránti szeretetünk mienségéről beszél az, hogy várjuk az Urat, vagy nem, készülünk-e az Úr visszajövetelére, vagy úgy gondoljuk, hogy erre érünk arra. Még vannak az életben rengeteg feladatunk, amit el kell végezni, talán még azt is gondoljuk, azért jó lenne, ha nem jönne még az Úr. Pedig úgy gondolom, hogy az ígéret beteljesedését számon kell tartani. Ha én valamit egyszer megígérek, akkor azt a családom számon tartja, és az első dolog, amit mondanak, hogy de hiszen te azt megígérted. Ez pedig kötelez. Jézus is megígérte, hogy ő valóságosan a mennyei dicsőséges fényességében vissza fog jönni, hogy minden szem meg fogja látni, hogy ez nem egy ilyen zugolyába, titokba lett dolog lesz, hanem mint az égen a villámlás, amit mindenki lát, ugyanúgy az ég négy fele sarkáról mindenki fogja látni, ha éjszakon van, ha délen van, ha keleten, ha nyugaton, Jézus visszajövetelét, de akkor harson a szóval, és a mennyei Isten dicsősége lesz látható. Én úgy gondolom, hogy erre készülni kell. Ahogyan, ha valakit szeretünk, akkor állandóan várjuk, hogy jöjjön, és készülünk is rá, hogy őt méltóképpen fogadjuk a jövetelére. Hangsúlyos-e, fontos-e számunkra Krisztus visszajövetelének az ígérete, vagy csak ebbe a világba éljük az életünket? Ha csak e földi életbe reménykedünk, akkor mindenkinél nyomorultabbak vagyunk, Pál apostol is erre utal. Hogyan várjuk, készüljünk fel Jézus jövetelére? Az egyik. Legyenek a ti derekaitok felővezve. Itt ezt értették a keleti emberek, mi esetleg kevésbé, de a keleti ember a munkára, harcra, vagy az útra készült,
akkor különböző öveket használt, ugye hosszú felső ruhát viselnek a keleti emberek, és az övvel, ha munkába mentek, akkor rövidebbre fogták, hogy tudjanak mozogni, és tudják végezni a munkát. És az övről rögtön tudták, hogy az illető a mezőre megy dolgozni, mert úgy volt fölkötve az öve és a ruhája. Hogyha pedig ünnepélyes alkalomra ment, akkor is másképpen volt felkötve, de mindenképpen fel kellett magukat övezni, hogy azt a tevékenységet meg tudják tenni, ha hosszú útra mentek is, hogy akadálytalanul mozoghassanak. A római katonák első kelléke volt az öv. És ez mit is jelent? Miért mondja az ige, hogy legyen derekaitok felövezve? A hívő ember öve az igazság, mégpedig a Krisztus igazsága, amit fel kell ölteni, hogy készen álljunk a harcra mindenféle hazugság ellen. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy a hívő ember a Krisztus igazságában él. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztus, mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 13. részébe. Ugyanis Krisztus naponta kell felövezni, mégpedig a Krisztus igazságát. Hogy Jézus meghalt a bűneimért, hogy Jézus feltámadott, és hogy az Úr Jézus visszajön. Ebből az igazságból a világ nem mozdíthat ki. Mindent megtesz azért, hogy kimozdítson bennünket, és éppen ezért kell naponta megerősödnünk a Krisztus igazságában. Magunkévá kell tenni, hogy élő hitű szolgálói lehessünk az Úrnak. Ez egy nagyon fontos dolog. A vallásos ember az nem cselekszik a Krisztus nevébe. A vallásos ember maximum bizonyos vallásos gyakorlatokat, imádságokat végez el, mondjon 5 mi atyánkot, 100 üdvözlégyet, és akkor majd holnap után megint eljön, és megint ezeket a formalitásokat teszi. Az élő hitű ember jele a felővezettség. Hogyha a Krisztus igazságában járunk, avval vagyunk felővezve. A szolgáló élet jele szintén az, hogy fel vagyok övezve a Krisztusba, és meglátom azokat, akikhez az Úr szólni akar, és rajtam keresztül akarja megmutatni az igazságát. Van-e élő hitünk? Ha van, akkor cselekszel. Az élő hit az mindig cselekvő hit. Péter és János mentek a jeruzsálemi templomba, vallásos imaóra volt, összejövetel volt, arra mentek. A hívők ott a Salamon tornácába találkoztak, de mentek rendesen a templomba. Igen, ám csak útközben volt egy koldus Sánta, aki nem járt életébe a lábán. A jó, betanított, vallásos emberek egy kis pénzecskét adtak neki. Péter és János azt mondta, aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, a názáreti Jézus nevébe, kelj fel és járj. És fölszökött a Sánta. És én így gondolom, hogy az élő hit jele, hogy fel vagyunk övezve a Krisztussal és a Krisztusban. És ez a szolgáló életnek is a jele. Ha nem vagy felövezve, testvérem, nincs szolgálatod. Te nem érsz rá, neked nincs időd, neked fontos céljaid vannak, és felsorolod, hogy mi az az élethez tartozó dolgok, nem bűnös dolgok, de az Úr nem fér bele az életedbe.
És ez a különbség az újjászületett és nem újjászületett ember között. Hogy az újjászületett ember Krisztusban van felöbezve. Öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. A felövezettség jele az egyik az építő, munkálkodó hit. Ez is ugye a szolgálathoz hozzá tartozik. A tanítványok, az első tanítványok együtt voltak, mindenük köz volt, és az Úr nem közönséges jeleket és csodákat tett közöttük, naponta szaporodtak számban is, lélekben is. Aztán, ami jellemző a Krisztusban felövezett emberre, az, hogy összeköt és nem elválaszt. Ne azt keressétek, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Olvassuk az apostol tanácsát, ami összeköt Istennel és összeköt az emberekkel. A testvéri közösség hozzátartozik a felövezettségtől. A magánzó és a magányos ember az nem a Krisztus közösségéhez tartozik. Akik megtértek, szívük, lelkük egy volt, együtt voltak. És ezért nagyon fontos, hogy áron is vegyük meg az alkalmat, mert hogy az Úr azt akarja, hogy vele és a testvériséggel valóban közösségünk legyen. Feltehetjük a kérdést, hogy mire övezed fel magadat, mire övezzük fel magunkat. Ha nem vagy felövezve, akkor a lelki fegyvereket nem tudod használni, mert a lelki fegyverek használatához erő kell. A lélek kardjához, a hit pajzsához, ezeknek a használatához, a békesség evangéliumának a készségéhez, mindhez erő kell, mégpedig a Szentlélek közössége. Az a kérdés, hogy valóban igényünk-e az, hogy felövezzük magunkat, hogy felöltözzük az Úr Jézus Krisztust? Hogy jöttél ide az aligai táborba? Avval az igénnyel, hogy Jézust felöltözöd? Vagy pedig egy egyszerű jól érezni szeretnéd magadat? Tehát az első dolog ez, hogy övezzük fel magunkat, ahogy itt az igében is olvastuk, legyen a ti derekaitok felövezve. A világ is igyekszik felövezni bennünket, igen jó öveket kínál nekünk. Nagyon tetszett egy 12 éves fiúcska, amikor megtért, akkor egy ilyen keleti sportot művelt, és ilyen mindenféle öveket kapott, nem tudom, fekete öv, sárga öv, én nem nagyon értek hozzá, és amikor megtért, akkor utána eljött és azt mondta, ez volt az utolsó alkalom, hogy én ezt a sportot gyakoroljam. Ugyanis én nem veszem magamra azokat az öveket, nem hajolok meg, és nem imádom. Nem tudom, valami szertartás van ott előtte, és kell, nem tudom, imádkozni, mit kellene, nem értek hozzá, de rendkívüli módon tetszett egy 12 éves gyereknek a világossága. Mire köteleztük ugye el magunkat? Tehát öltözünk fel, a derekaink mivel van felövezve? A harcba nem lehetett úgy menni egy katonának, hogy nem volt felövezve, mert az övre volt rászerelve mindenféle fegyverei. A második dolog pedig a szövétnekeitek legyenek meggyújtva, vagyis a világosságban való megmaradás, hogy tartsuk magunkat a Krisztus világosságába. Itt a példázat, amit aztán Jézus mond erről a szolgáról, többféle dolgot is mond, olvastuk az igét a vezérfonal szerint,
A vallásosságba járni azt jelenti, hogy az ember nem a világosságba jár, hanem abban az irányzatban, ami éppen annak a vallásnak az irányzata. Ugye Magyarországon a legnagyobb keresztény világi vallás a katolikus vallás, aminek a legnagyobb hibája, hogy nem az ige van a középpontba, nem a legfelső dolog az ige, hanem a hagyományok, a pápák és egyebeknek. Ha még nem is egyezik meg az igével, de úgy van. Világosságba járni azt jelenti, hogy az ember készen van a Krisztus jövetelére, a magánélete rendezett, a bűnei, az életvitele, és a szolgálatban is készen áll. Keleten a szolgák éjjel is, a szolgáknak éjjel is készenlétbe kellett állni, ezért a lámpást égve tartotta a szolga, hogy ne akkor kelljen még gyújtogatni, amikor szükség lenne sürgősen ő rá. Ez nagyon világos, amit itt Jézus mond, hogy lámpásaitok meggyújtva, hogy legyetek készen, szükség van az Úr szolgáira, rád is szükség van, és ha készen vagy a bizonyságtételre, ha készen vagy a Krisztus szolgálatára, akkor az Úr éjjel és nappal is szólhat, és ezt erre örömmel tesszük. Mit is jelent ez, hogy világosságban járni? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy az Úr kijelentését, személyes üzenetét igényelni kell naponta, és nem csak igényelni, hanem benne élni. Volt-e ma neked személyes üzeneted az Úrtól, ami csak neked szól? Vajon igényelted-e, és benne éltél-e? Csak időnként van személyes üzenetünk? Vagy naponta? A világosságot nem csak kérni kell Istentől, ezért minden nap is imádkozhatunk, hanem a világosságban meg kell maradni. A világosságban megmaradni a számomra a Szentlélek közösségét jelenti, aki élővé és hatékonnyá teszi az ígét, az Isten szavát, és így nem csak a számomra teszi élővé és hatékonnyá, hanem az ígével való szolgálat is mások számára is életté lesz. Csodálatos dolog, hogy a Krisztus vérének az őrizete alatt van a világosságba járó ember. Legyet a ti derekaitok fölövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Amit az Úr a szívünkbe meggyújtott, amikor elhívott. Amire világosságot adott az Úr, és amire elhívott, vajon abban meg is maradtunk? A 36. versben ugye arról olvasunk, hogy amikor a szolgának az Ura a mennyegzőről megjön, azon és zörget, azonnal megnyitja neki az ajtót. Ez az azonnal szó nagyon fontos a Krisztus követésébe. Nem lehet elhalasztani a dolgokat. Soha nem felejtem el, egészen fiatal hívő voltam, és egy nagyon kedves lelkész házaspárnak voltam a vendége, és ott volt egy idős úr, aki a következőket mondta el, és egy életen keresztül megmaradt bennem, hogy az Úr fölindította, hogy valahova menjen el, csöngessen be, és üljön le a betegágy mellé, és imádkozzon, hogy a beteg fölkeljen. Amikor megérkezett és becsöngedett, nagy szeretettel várták őt, örültek, hogy megérkezett,
és mondták, hogy előbb ebédeljen meg, mert ha megebédelt, majd utána ráérnek egész délután a beteggel foglalkozni, imádkozni. Addig beszélték rá, hogy azt mondta, hogy jó, hát nem akarom megsérteni a háziakat, elfogadom az ebédet. Aztán délután odaült a beteg ágy mellé, de már akkor nem volt kiér imádkozni. A Szentlélek közössége nem volt ott. És azt mondta, hogy akkor egy életre szólóan megtanultam, ha az Úr valahova elküld, és valamiért, akkor azonnal megteszem, mert nem az Úr vár rám, hanem nekem kell az Úr tervébe azonnal engedelmesnek lenni. Hallásának is kell lenni az embernek ahhoz, hogy valóban meghallja, amikor zörgetnek a szíve ajtaján, és hogy azonnal kész legyen megnyitni. Nagyon sokan vannak, akiknek évek óta zörget az Úr a szívük ajtaján, de még mindig fontosabb dolguk van annál, mint hogy megnyissák az ajtót. Vajon mi nekünk mi a legfontosabb? Mit tudunk félretenni azért, hogy az Úr, amikor jön és zörget, akkor készen legyünk? Tehát az ige így szólt, legyen a ti derekaitok felővezve, szövétnekeitek meggyújtva, és mihelyt megjöjj zörget, azonnal nyissátok meg neki.